Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és minden hallgatót, és az ígét közlöm, vagyis olvasom az evangéliumból, a Márk evangéliumából. Márk evangélium a 4. fejezet 35. verse. Az ige, amely itt található, Márk evangélium a 4. fejezet 35. versében így hangzik. Azután mondta nékik azon a napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Tehát este van, Jézus elvégzi a tanítást, és azt mondja a tanítványoknak határozottan, hogy menjünk át a túlsó partra. A tanítványok összenéznek, este van, sötét, az égen gyülekeznek a felhők, valami vihar készül, és Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra. A part a galileai tenger partja. Ez egy olyan tenger, mint a Balaton. Tónak is mondják, Genezáret tava, de mondják tengernek, és ugyanúgy, mint a Balaton. Tó is, tenger is. A lényeg az, hogy a tanítványok összenéznek, hogy micsoda, hova menjünk? Most, estére, éjszakára jön a vihar, az egyik. A másik az, hogy túlsó parton kivár bennünket, Gadarába, a gadarénusok. Tudnélik, az történt, hogy amikor Isten az ígéret földjét megtisztította, hívta azokat a népeket, akik ott laktak, azok valahova elmenekültek, meg valami lett velük, és akik visszamaradtak, azok ott letelepedtek a Jordánon túl, meg a Gadara és környékén. Ez a Gadara része annak a 10 városnak, amely hát ilyen kisebb településekből adódott össze, 10 kisebb település volt, és ezért kapta aztán a nevet, hogy a 10 város. Tehát oda kell menni, ahol a gadarénusok vannak, ahol az ellenség van. Hát nem nagyon mentek volna, és miért? Elfelejtették Istennek azt az ígéretét, amit itt a Mózes 5. könyvében találunk, Mózes 5. könyve 7. fejezetében. Az első vers, tehát Mózes 5. könyve 7.1. Mikor bevisz téged az Úr a te Istened a földre, amelyre bemenendő vagy, hogy bírjad azt, és sok népet kiűz te előled, Kitteust, Girgazeust, Emoreust, Kananeust, Perizeust, Kiveust és Jebuzeust, 7 népet náladnál nagyobbakat és erősebbeket. Tehát Isten megígérte, hogy ezeket kiűzi onnan, és átadja nekik az ígéret földjét. Ők ezt az ígéretet valahogy elfelejtették, és ezért nem szívesen indultak volna el. De Jézus nem tárgyal velük, nem kérdezi, hogy na hát akkor mit szóltok, menjünk, ne menjünk, hanem menjünk át a túlsó partra. Csak így röviden és határozottan mondja. Hát elindulnak. Aztán a félelmük igazolódik. Kitör a vihar. Kitör a nagy vihar. Nőnek a hullámok egyre nagyobb, belecsapnak a kis halászhajóba, aztán mind jobban, megtelik a hajó, már merik a vizet, a mester alszik. Költsétek fel, keljen fel, hát süllyed el a hajó. Tehát merik a vizet, és hamar fognak egy vedret, egy fazakat, mester, né, fogjad ezt a fazakat, merjed te is a vizet, ezzel süllyed el a hajó. Hát itt pusztulunk el. Nem kellett volna, elinduljunk éjszakára. Aztán Jézus fogja a vedret, a fazakat, amit a kezébe adtak, hogy merje a vizet, de nem merje a vizet, hanem csak úgy belenéz a fazékba, a vederbe, és mondja, hogy csend legyen, csend legyen, csend legyen. És a vihar lecsendesedik, a hullámok elsimulnak, és mintha semmi se lett volna, mennek tovább. Aztán a fáradt tanítványok is elalusznak, néhányan még eveznek, és aztán átérnek hajnalba a túlsó partra.
A második félelmük még jobban igazolódik. Egy ördöngös jön velük szembe. Egy olyan ember, akit megszállott az ördög, a Biblia így hozza, ma úgy mondanánk, hogy elmebeteg, vagy bolond, vagy hülye, vagy ilyeneket, és nagy hangon kiabál. Miért jöttetek ide? Miért jöttél ide? Hogy időnap előtt elveszíts bennünket? Hát persze nem az ember mondta ezt, ez az ördöngös, ez a beteg, hanem az ördög, aki megszállotta, ő beszélt belőle. A tanítványok úgy megijedtek, hogy az egész történetben már nem is találkozunk velük, nem látjuk őket, hogy hol vannak, elrejtőztek, elszaladtak. Sőt, az a történet mind a három evangéliumban megvan, és Márk úgy írja le, hogy két ördöngös volt. Pedig hát a történtek és a beszélgetések igazolják, hogy csak egy ördöngös volt, de Márk úgy megijedhetett, hogy ő kettőt látott. És elrejtőztek a tanítványok. Aztán Jézus ki akarja űzni, mondja az ördögnek, hogy hagyja el az embert, de az nagy hangon válaszol, és Jézus megkérdezi, hogy mi a neved, azt mondja, hogy légió. Ismert volt ez a kifejezés ott a Tízvárosban is. Voltak ilyen római megszállók, a megszálló hadseregnek a légiója. Egy légióban 6000 katona van. És így mutatkozik be, légió vagyok. Lehet, hogy nem volt 6000 ördög, de hogy nagyobb hangsúlyt adjon annak, hogy ő többségben van, hogy az Úr Jézus mit keres itt, mert már egyszer csatáztak fenn a mennybe, ugye, és hát ott ő veszített. Most arra gondolt, hogy itt most már többen vagyunk, ő egyedül van, és ezért a nagy hang, ezért a nagy bejelentkezés, hogy légió, de Jézus nem törődik, és amikor látják, akkor egy kicsit finomabbra fogják, és látják, hogy Jézus kiűzi őket, ki akarja űzni őket. Hát azt írja az evangélium, hogy kérték, már akkor kérték, hogy ne kelljen a mélybe menjenek, hanem mehessenek be a disznókba. Ott legeltek valami disznók a hegyoldalon, 2000 disznó. És érdekes módon Jézus megengedi. A történetünk folyamán fogunk találkozni többször olyan dologgal, ami valamilyen kérés. Valamit kérnek Jézustól. És az érdekes az, hogy amit kérnek Jézustól, mi például nem teljesítenénk azt, amit ők kérnek. És Jézus teljesíti. És azt, amit Jézus nem teljesít, azt mi teljesítenénk? Ma mindjárt meglátjuk a történetből, ha odaérünk. Tehát kérték, hogy bemehessenek a disznókba, Jézus megengedi, belemennek, és azok belerohannak a tengerbe. Belefulladnak szinte mind az összes, talán majd néhány kiszaladt, kimenekült, de a többség belefulladt a vízbe. Rettenetes látvány. 2000 disznót ott lássál, amint megdögölve úsznak a víz tetején. Hát rettenetes. De az emberek, pásztorok, akkor ezt látják, megfélemlettek, és elszaladtak be a falukba, a városba, ahol a tulajdonosok voltak ezeknek a disznóknak a gazdái. És elmentek, és hírül adták, hogy mi történt. Azok is hamar jöttek, és nem is sok időt eltelt, már ott voltak mind, és kérték Jézust, hogy menjen el, hogy távozzon el. Sőt, nem csak onnan arról a helyről, hanem a tartományból is. Vajon miért kérhették, hogy távozzon? Mert a túlsó partról jött. És a túlsó parton ellenség van, nem? Ha innen nézzük, túlsó parton a gadarénusok ellenség. Ha onnan nézzük, gadarénusoktól, túlsó part, ahonnan Jézus jött a tanítványaival, ellenség. Tehát ellenségnek nézték
egymást. Pedig mi tudjuk, hogy az emberek tulajdonképpen mind testvérek. Pál apostol ír a Róma beliekhez, hogy egy vérből születtünk. És nem vagyunk ellensége egymásnak, de az ördög úgy rendezi és úgy hozza ki, hogy az embereket szembeállítja egymással. Ellenségessé teszi, és azt a hangulatot kelti, hogy a másik ember ellenség. Hát elmegy Jézus, illetve úgy dönt, ha már azt kérik, hogy elmenjen, akkor ebbe is beleegyezik, hogy távozzon. Csak egy ember van, aki ellenzi, illetve aki azt mondja Jézusnak, hogy én is veled megyek. És ki volt ez? A beteg, illetve a meggyógyított beteg. Ezek látják, az emberek, akik jöttek, látják, hogy ez az ismerős, ez az a ördöngös. Hát ez mi történt ezzel? Most ott ül csendben a Jézus lábainál, holott eddig félt mindenki tőle, kötelekkel, láncokkal kötözték meg, de hiába, mindent elszakított. Még a láncokat is, a béklyókat is letépte, és mindenki félt tőle. Vadember lehetett. Most látják, hogy ott ül a Jézus lábainál. És amikor Jézus távozni akar, ő is feláll, Uram, hadd mehessek veled. Nem egy jó kérés? Hát ha neked azt mondaná egy szomszédot, hogy mikor mész a gyülekezetbe? Szeretnék én is veled menni. Mit mondanál? Nem, maradj csak itthon. Hát azt mondanád, jaj, de jó, hogy jössz, na végre, hát mennyit vártam én ezt a pillanat, na gyere, menjünk. Nem? És ez az ember Jézussal akar menni, és elmondja neki, de veled akarok menni. Jézus intő, hogy nem, de ő csak mondja, veled akarok menni. Itt szeretném hagyni a múltamat, mindent, a kirekesztettséget, a szégyent, a betegséget, a gyalázatot. Itt hagynék mindent, hadd menjek veled. Meghallgattam talán egy prédikációdat, még nem volt alkalmam sose. Valamit hallottam rólad, de keveset, és most látom, hogy te hatalmas vagy. És Jézus azt mondja, hogy nem. Térj vissza a házadhoz, és beszéld el, hogy mi nagy dolgot tett veled az Isten. Aztán visszamegy, és hirdeti mindenütt, mind a 10 városban. De hogyha nem is szólalt volna meg, akkor is elegendő lett volna az a látvány, hogy látják, hogy ez az ember, akit mindenki ismer, akitől mindenki félt, aki beteg volt, aki rettenetesen nézett ki, a sírboltokba lakott, véresre vagdalta magát kövekkel, sebest, tehát tisztátalan. És szeretni a tisztátalanságát is, a bűneit, mindent otthagyni, hogy Jézussal mehessen. És Jézus nem, menj haza, beszéld el. Na, elmegy haza, és mindenki meglepődik, mindenki. Ez az az ember. Mindenki csodálkozik, álmélkodnak, ki vannak akadva. Úgy, mint a pásztorok, meg a tulajdonosok, amikor látták, hogy mi történt. Úgy, mint a tanítványok, amikor a tengert lecsendesítette Jézus, azt írja az ige, hogy egy félelemmel tehet meg a szívük, megfélemlettek. Ezt is többször találjuk ebben a történetben. Mit jelent, hogy megfélemlettek? Félni kezdtek? Tanítványok azelőtt féltek, az igaz, de mikor látták, hogy mi van, akkor megfélemlettek. Ez azt jelenti, hogy az Isten félelem töltötte meg a szívüket, ami azt jelenti, hogy tisztelet Isten iránt. Félelem esetleg arra, hogy meg ne szomorítsuk őt. Félek megszomorítani az Istent. És mivel lehet Istent megszomorítani? Hát nem a bűnnel, ha vétkezek ellene. Tehát az Isten félelem, az Isten tisztelete. Aztán eltelik valamennyi idő, és Jézus újra visszajön, talán 2 hét telhetett el, 3.
Valamennyi idő eltelik, Jézus újból visszajön, és mit látunk? Mit láthatnánk, ha ott lennénk, ott lettünk volna? Hogy nagy tömeg várja Jézust. Nagy tömeg várja. Azok azon a helyen, ahol azelőtt elzavarják, elküldik, menj el tartományunkból is, most nagy tömeg várja. Miért? Mert akkor ellenségnek nézték, most pedig látják, hogy nem ellenség. Jézus igazolja, hogy egymásnak nem vagyunk ellenségei. A ti ellenségetek az ördög, írja Péter apostol. Ugye? Első levél 5-8. Az ördög a ti ellenségetek. Aztán máshol, még azt is elmondja Efézus 6.12-ben, hogy nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a gonoszság lelke ellen, amelyek a magasságban vannak. Tehát az ördögi lelkek. Az ördög az ellenség. Még az Édentől. Isten így indította el, hogy ez ennek az ember tudatában legyen. Ellenségeskedés szerzek közötten. Hát összegyűl a nagy tömeg, és Jézus prédikál. Meg akarja tanítani nekik, hogy senki nem ellenség. És nekünk is ugyanezt tanítja. Nem vagyunk egymásnak ellenségei. Nem ellenség a más nemzetiségű, nem ellenség az, akinek más a foglalkozása, esetleg a felfogása, más a vallása, más a hite. Nem ellenség. Nem ellenség a katolikus, nem ellenség a református, a baptista, a Jehova tanúi. Nem ellenség. Sem az evangélikus, sem az adventista, sem a kerakos. Mindenki Isten gyermeke. És drága testvéreim, azt láthatjuk, hogy mindenki, ahonnan jön, hoz magával valamit. És elképzelhető az, hogy most Isten kegyelméből, amikor egyesült az egyház, a két egyház, és egybe vagyunk. Talán hozzunk magunkkal valamit, a múltunkból. És az nem jelenti azt, hogy ellenségnek kell tekintsük egymást. Különben az advent hitet sem mi találtuk ki, vagy mi találtuk meg a Bibliában. Mi is a mások örökébe léptünk, a másokat, másoktól örököltünk bizonyos dolgokat, a hit általi megigazulást, az alámerítéses keresztséget. Elődeink, mások fedezték fel a Bibliában, és mi átvettük. Tehát nem vagyunk ellensége egymásnak. Lehet, hogy a közösségben volt vagy van néhány olyan dolog, amiben nem hajszál pontosan együtt, vagy egyet értünk, vagy egyféleképpen magyarázzuk. Lehetnek ilyen árnyalati különbségek, de ezeket el kell viseljük, illetve el kell fogadjuk. Mit mond az ige? Fogadjátok be egymást szeretettel. És ha szeretettel fogadjuk egymást, akkor nem kezdünk vitákat. Nem nyitunk vég nélküli diskurzusokat. Mert hogy ezt én így értem, a másik meg úgy érti. Én jól értem, ő nem érti jól. Lehet, hogy mindenki jól érti. Krisztus csodálatos szabadságot ad az egyház tagoknak. Hát természetesen vannak, akik ezt is félreértik és félremagyarázzák, hogy minden szabad, Pál apostol is elmondja, hogy minden szabad, de nem minden használ. De a Jézus általi szabadság az igazságban van. Azt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ki a szabadság?
Krisztus. Ki a szabadító? Jézus. A Jézus név szabadítót jelent. És az a szabadság, ami Krisztusban van, csodálatos. Számára fontos a hit. És a betegeket sokszor megdicséri, és megjutalmazza a gyógyulással azért, mert hisznek. De nem ragaszkodik ahhoz, hogy na, így kell hinni, vagy úgy kell hinni, hanem meggyógyítja azt is, aki úgy hiszi, hogy ha a ruháját érintem, meggyógyulok. A másik azt mondja, ha leeresztjük a padlásról Jézus elébe, akkor meggyógyítja. És úgy történt, meggyógyította. A másik érintette a ruháját, és azonnal meggyógyult. A harmadik azt mondja, hogy nem is muszáj, oda jöjj, csak szóljál. És megérdeklődte, hogy mikor gyógyult meg. És kiderült, hogy pont abban az órában, amikor Jézus szólt. Tehát Jézus szabadságot ad. Van olyan, aki azt mondja, hogy Jairusról emlékeztek, azt mondja, jöjj a házamba, jöjj, gyógyítsd meg a leányomat, mert halálám van. És egy másik történethez jutunk, ugyan egy pogány, mert ezek a gadarénusok, ezek, én nem mondtam, hogy pogányok, persze a magyar fordítású Bibliában ez kétféleképpen jelenik meg, ez a pogány kifejezés. Hát jelenti elsősorban azt is, hogy valaki Istentől távol van, Istent nem ismeri, nem követi, tehát pogány. De ez csak az egyik. A másik jelentése az, hogy egyszerűen nem zsidó. A más fordítású Bibliákban ilyen helyen nem is úgy jelenik meg, hogy pogány vagy pogányok, hanem a népek, a nemzetek. Mert ugye volt egy nép, a választott nép, és aztán a többi nép, pogányok. Jön egy pogány asszony, és mit is kérdez? Hogy gyógyítsa meg a leányát. Tehát egy hasonló körülmény mutatkozik. Ott is ördöngös a lány, az ördög hatalmába kerítette és elfoglalta ezt a szegény kislányt, és beteg, és hívja Jézust, hogy gyógyítsa meg. De Jézus közben beszél, tanít, és az asszony szinte támadja, hogy Mester, gyógyítsd meg a leányomat. Mester, gyógyítsd meg. Mester! És a mester úgy tesz, mintha nem hallaná, aztán a tanítványok egy kicsit rossz néven veszik, és félre akarják küldeni onnan, hallgass, hát zavarod, beszél a mester, és akkor... És a mester is megáll, és mint a tanítványoknak adna igazat, először azt mondja, hogy hát nem küldettem, csak az Izrael fiaihoz. És tulajdonképpen ez így jó. Nem kell a kenyeret az ebeknek adni, a fiaktól elvenni. Hát kik a fiak? A választott nép az Izrael. És az ebeknek adni. Kik az ebek? Hát a pogányok, a többi népek. És az asszony nem tágít. Mikor intik csendre, akkor is ő nem hallgat, megy. Mikor Jézus azt mondja, hogy hát van egy ilyen helyzet, ő csóválja a fejét, és azt mondja, nem úgy van, Uram. Hát az ebek is esznek a morzsalékból, ami lehull az urak asztaláról. És Jézus mit lát ebben az asszonyban? Látja a hitet és a ragaszkodást és a kitartást, és azt mondja, e beszédért eredj el, meggyógyult a te leányod. Tehát úgy látjuk, hogy Jézus a hitet tartja nagyra. És azt mondja, hogy csak higgyél és bízzál. Nem azt mondja, hogy csak így, ha hiszed, vagy úgy, vagy amúgy, hanem
A lényeg az, hogy higgyél. És azt mondja, hogy legyen neked a te hited szerint, ahogy hiszed. Csak higgyél bennem, higgyed, hogy én meg tudom gyógyítani, meg tudom tenni, meg tudom áldani, meg tudom sokasítani. Az újabb történetnél mit látunk? Jézus visszajön Gadarába, nagy tömeg gyűl össze, és Jézus prédikál, és eltelik az idő, és megéheznek az emberek, és a tanítványok már mondják, Mester, hát most már úgy gondoljuk, hogy elég lenne, most már küld el őket, mert hát megéheztek, hát kidőlnek az úton. És Jézus meglepően azt mondja, hogy adjatok enni nekik. Hát mi adjunk enni? Hát honnan? Hát rengeteg kenyér kellene ennyi népnek, 5000 embernek. Na, ültessétek csak le őket. Hát szétnézünk, és kerül itt valami élelem. Került? Mennyi? Amennyi kellett. Mennyi? 5 kenyér, és 2 hal. És kiosztja, és mindenkinek jut, mindenki jól lakik. 5000 csak a férfi, a nők, a gyerekek, és mindenki jól lakik, és összeszedik a maradékot, a morzsalékot. Mennyit? Hogy? Most 5 vagy 12? 12 kosárral. 12 kosárral. Aztán egy másik alkalommal is megismétlődik a dolog, és ott 4000-en vannak. Ott is hasonlóan kerül valami néhány kenyér. Hát ilyen kis lapótják ezek a kenyerek, ne gondoljunk ilyen házi kenyérre, vagy most annyiféle kenyérre, vagy összesen lehet számolni. Egyik szebb, mint a másik, kisebb, nagyobb, mindenféle. Azok olyan piták voltak, olyan lapos is kenyerek, kenyérkék, tehát nem nagy, de megmaradt abból is. És ott mennyi maradt? 4000-nél? Én most 5-re gondolok, vagy 7. 7 kosárral. Egyiknél 12, a másiknál 7. Emlékeztek a 7-es számra, hol említettem a 7-es számot? Teljesség. Hát a teljesség száma. De ma az máskor említettük, hogy a 7-es a teljesség száma, isteni szám, de most miről beszéltünk itt az elején? Hogy 7 pogány népet űz ki az Isten előled. 7 pogány népet. Tehát a 7-es szám valahogy a pogányokat jelzi itten, amikor a 7 kosár morzsalékot és maradékot szedik össze. A 12 kosár, az meg vajon kiről? Kire utal? Az Izrael 12 törzsére. Tehát Isten táplálja a fiakat is, és táplálja a pogányokat is. Nem mondjuk, hogy ebeket. Táplál mindenkit. Isten táplál mindenkit. Isten tanítása mindenkinek jó. És az a tanítás is érdekes, vagy az a módszer, ahogy Jézus tanítani, vagy felvilágosítani, vagy rávezetni, küldi ezt a meggyógyított beteget, hogy beszéljen, mutassa meg magát, beszéljen Jézusról. Hát Jézus érdekes módon ezt az embert, anélkül, hogy egy órát, vagy egy hetet, vagy egy valamilyen sorozatot tartott volna neki, vagy 28 hitelvet elmagyarázta volna neki, mindjárt munkába küldi. És mit tapasztalunk? Hogy a munkája eredményes. Ha nem tudott bemenni Gadarába, mert elkergették, akkor beküld egy embert, aki bemehetett, mert ő odavaló volt. Ha nem tud bemenni
Samáriába, beküld egy asszonyt, mert a samáriaiak se fogadták be. Emlékeztek? Még a tanítványok megsértődtek, hogy mit képzelnek ezek, hogy a mestert nem engedik, nem fogadják be. Hát hozzunk tüzet rájuk, és hát persze megkérdezik az urat, hogy nem akarod, uram, hogy mint így is tette, hozzunk tüzet le azért, mert ezek pusztuljanak, hát miféle emberek ezek? Nem, Jézus missziója magába foglalja a türelmet is, a várakozást is, azt az érdekességet is, hogy kiképezi a tanítványokat, és úgy küldi ki, aztán ezt az embert minden képzés nélkül küldi, és eredményes munkát végez, látjuk, hogy egy pár hét múlva, amikor visszajön, nagy tömeg várta. Ugye? Ez csodálatos dolog. Tehát mit szögezhetünk le? Hogy a jó hír mindenkinek jó. Mondja azt tudós, vagy tanár, vagy tanító, vagy bárki, vagy tudatlan ember, akinek nincs olyan nagy járatossága. A jó hír az mindenképpen jó. Isten segítse meg bennünket, hogy egyesüljünk abban, hogy ezt a jó hírt visszük a házunkhoz, a családunkhoz, a nagyobb értelembe vett családhoz, a rokonsághoz, a munkatársakhoz, osztálytársakhoz, iskolába, vagy bárhova a világon. Mert ez az üzenet az Isten üzenete. A békesség evangéliuma. És az, hogy nem vagyunk ellenségei egymásnak. Azt mondja az ige, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásban, amiképpen Krisztus is megengedett, Isten is megengedett Krisztusban néktek. Más helyen pedig Korintusnál azt mondja Pál apostol, hogy a proféta lelkek engednek egymásnak. Tehát nincs értelme annak, és ki tudja, honnan jön az, hogy most vitatkozzunk egy kifejezésen, vagy egy értelmezésen, és megengedte. Mi miért ne engednék meg? Hadd mondjak el egy történetet, tapasztalatot tulajdonképpen. Az egyik gyülekezetben voltam, tudjátok, nyugdíjas vagyok, és hát járom így az országot, itt is, ott is megjelenek, és szombatiskolán összeszólalkozott a tanító egy tanulóval, mondjuk így. Tehát valaki azt mondta, hogy a hit és a remény egy és ugyanaz. A tanító azt mondta, nem. Hát azért tanulunk a hitről, külön a reményről, mert a kettő nem egy. De a másik azt mondta, hogy dehogy nem egy, egy. És aztán dehogy egy, nem egy. Aztán ezen elkezdtek úgy vitatkozni, de aztán tovább mentek a leckével, de érdekes, hogy minden kérdés után ez a probléma előjött. Csak folytatták, és én már láttam, hogy ez nem vezet jóra. Mondom, testvérek, nézzétek meg az Úr Jézus mit mondott. Legyen neked a te hited szerint. És hogyha ő úgy hiszi, hát téged az ne zavarjon. Ha ő úgy hiszi, téged ne zavarjon. És aztán lecsendesedtek, és békességben mentek haza. Én gondolom, hogy ezt mi is meg tudjuk magunk között oldani. Ha valaki másképp lát, másképp magyaráz, másképp értelmez, másképp gondol valamit, az még nem kell legyen egy válaszfal a testvérek között. Az elválasztás, a nézeteltérések, ez a sátán munkája. A sátán akarja az, hogy ne értsünk egyet, ne legyen békesség. Jézus Krisztus a békesség hazájába akar vezetni. A békesség evangéliumát bízta ránk, hogy azt hirdessük. Hát segítsen meg, hogy hirdessük, segítsen meg, hogy összefogjunk, és együtt hirdessük. Végre itt az alkalom, itt a jó lehetőség, hát ne szalasszuk el. És segítsen erre Isten, és legyünk ennek szóvivői, ennek a békesség evangéliumának. Úgyis rövid az idő. Használjunk ki minden alkalmat és minden lehetőséget,
hogy hirdessük, és mentsünk lelkeket, hogy el ne vesszenek. Amen.